Szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a mai első gyertyagyújtáson. Mint már bizonyára ismert mindenki előtt, ez már ilyen 12. és hagyományt teremtettünk belőle. És én mindenkit csak üdvözölni tudok, hogy ebben a szemerkérős esőben is kitart, és ennyien részt veszünk ezen a ünnepségen is. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit advent első vasárnapján. Advent a várakozás, az előkészület és a bőtnek az ideje. Várakozni valakire csodálatos érzést tölt el az ember. Akár szeretteinkre, akár a magára, az Isten fiára, hiszen szeretjük őt, hiszen meghalt értünk. De mielőtt meghalt volna, a betlehemi istállóban testet öltött, kiüresítette önmagát, mindenben hozzánk hasonlóvá lett a bűn kivéve. Ő elhozta közénk az igazi békét, az igazi hitet, a remény és a szeretetet. Ez a négy erény, amely a négy gyertyát is tükrözi, béke, hit, remény, szeretet. Úgy gondolom, ezek nélkül nem is lehet igazán emberi életünk. Ha nincs a szívünkben a teljes béke, nincs a szívünkben igazi hit, nincs remény és nincs szeretet, fölösleges az egész életünk. Ezért adventben szeretnék igazi békét teremteni a mi szívünkben, felkészülni, hiszen a békesség királya születik meg a betlehemi istállóban. A békesség királya jön el valamikor az emberfia a felhőkön, az angyal dicsőségben, az utolsó napokban, amikor minden emberfia meglátja az emberfiát eljönni. Azaz adventkor kettős várakozásra ad lehetőséget a mi szívünk. Várakozunk Jézus születésnek a napjára, és várakozunk az emberfiának az eljövetelére. De ott kell legyen a hit a béke mellett. Hiszem, hogy békességet hoz Jézus Krisztus az én szívemben. Remélem, hogy megteremti, mert magamtól képtelen vagyok igazán békében élni, akár embertársammal, vagy magával az Istennel is, hiszen békességet hoz Jézus közé. De ugyanakkor ott kell legyen a szeretet is, amely nélkül nem tudnánk létezni ebben a világban. Mert a szeretet mindent elfedez, mindent eltűr, mindent elvisel. És ebben a legtökéletesebb példa a gyermek Jézus, aki kiüresítette önmagát, ember élet. Sőt, a Golgotai kereszten mindent elviselt értünk, még a halált is föltámadt a mi üdvösségünkre. Ezekkel is hasonló gondolatokkal kívánok mindenkinek szép várakozást, de ez a várakozás ne legyen tétlen, hanem töltsük ki igazán békével, hittel, reménnyel, én szeretettel. Most pedig szeretném megkérni a hitanosokat, hogy énekeljenek, örvendezzenek meg bennünket egy két énekkel. Adventi hírnök kis fejűlán, lobog az első gyertyalán, karácsony várva lát van a föld, Isten ígérveket köszön, újjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr. Adventi hírnök kis fejűlán, lobog az első gyertyalán, karácsony várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr. Kicsin kis fényemmel világítani fogok, kicsin kis fényemmel világítani fogok, áldom őt minden nap és mindenhol. Elrejtsd meg fényemmel, nem, világítani fogok. Elrejtsd meg fényemmel, nem, világítani fogok, áldom őt minden nap és mindenhol. Így teszek, hogy Jézus jön, igen, világítani fogok. Így teszek, hogy Jézus jön,
igen, világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol. Darvas Ferenc, advent. Várakozással telik életünk, mert egy nagy érzésre várunk, szívünk, lelkünk áhítozva, éhezőn, a szeretetre vágyunk. Eljöjjön úgy, ahogy kívánjuk, szeliden, halkan, csendesen, mint azon szent éjszakán, a közelgő karácsony esten. Adventben járva, újra várunk, megtaláljuk-e azt, akit keresünk, eljöjjön hozzánk a szeretet, itt lesz-e, ott lesz-e velünk. Várakozással teli életünkben egy nagy-nagy érzésre várunk, lelkünk, szívünk őt keresve, a békére, szeretetre vágyunk. És eljön ő, aki a szeretet és mellyel világot megvárt, hozza békésen és csendesen, amire nagyon sok ember várt. Itt kopog majd belül finoman, belsőd megújulva rád talál, és ha ezt te is így akarod, a szíved szeretetet kínál, hidd el, akkor eljön ő hozzád. Fényével szerényen s halkan, légyennek szeretet sugara lesz majd az édesítő hajnal. Kun Magdolna, advent első gyertyalángja. Advent első gyertyalángja, legyen be a béke. Apró gyermek szület, szép reményű éke. Ráncos, fázós készfejeknek, forró meleg kályha, szomorú arcocskáknak, pihepuha párnak. Advent első gyertyalángja, legyen ma a mosoly. Ott is, ahol szép fájdító nyomorúság honol. Hisz az adventi gyertyákban fellobbanó láng, koldusra és királyra is mennyei fényt ad. A Csaba Csüri Trefort Ágoston általános iskola dolgozói és tanulói nevében sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindent megjelentett advent első vasárnapján. A mai napon otthonainkban és itt a községháza előtti téren meggyújtjuk az első adventi gyertyát. Jó látni, hogy ilyen sokan vették a fáradtságot és jöttek el erre a közös együttlétre, közös ünnepre, még így a súlyos járványügyi helyzet kellős közepén is. Úgy gondolom, nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy érezzük, hogy az adventtel legszebb ünnepünkre készülünk fel. Az advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Mert olyannyira elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok, kötelezettségek, a világnak való megfelelés kényszere, hogy amikor egy kissé lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre. Mi ennek az oka? Tehetünk fel kérdést. Talán az, hogy a mindennapokban a várakozás sok-sok negatív élményekkel függ össze. Türelmetlenséggel, tehetetlenséggel párosul, közben a nagy sürgésforgás oly könnyen feledkezünk meg a hozzánk legközelebb állókról. Az otthon nyugalmáról, szeretteinkről, miközben lelkünk legbélyén csak erre vágyakozunk. Az addi vágyásról, az odaadásról, a másokért, szeretteinkért való tenni akarás érzéséről. Ez a szent időszak tehát egy olyan átváltozás jelent, amely bennünk zajlik. Hogy akarjuk azért, hogy időben készen álljunk arra, hogy egymás szemébe nézve, egymás kezét megszorítva valóban átéljük a közösség ünnepét, a családi békesség nyugalmát, a megváltó Jézus Krisztus születését, aki értünk született. Kedves megjelentek! Kívánok Önöknek az adventi ünnepekhez sok-sok türelmet, nyugalmat és tiszta szívet. Jó egészséget, szeretteik körében eltöltött megkívánt boldog karácsonyi ünnepeket majd. Kérem, fogadják sok szeretettel iskolánk diákainak adventi ünnepi műsorát. A karácsonyi ünnepnapok első estéje, az a bizonyos csendes éj mindannyiunknak mást jelent. Van akinek a kis Jézus megszületését, másoknak egyszerűen egy békés családi estét, amikor együtt van a szeretteiben. Igen jól esik legalább egy rövid órán megállni a csodavirágokat teremtő fenyőfa alatt, ahonnan az élet zsibásárján meggyötört lélek a megtisztulás vágyában fordul az igazság a szeretet oldalára felé. Áldott pihenés van a fenyőfa alatt.
lombjai enyhülést hoztak az izgalomba, tavaszt és nyarat a télbe. Ennek a fának a gyümölcse édesebb minden gyümölcsénél, a szeretet és a békesség. Hószitál és karácsony jön, az utcán hömpölyök a népezet, és szinte árad, kicsattan a mosoly. A vágy és csupa öröm minden mozdulat, minden szó, hisz karácsony jön és ünnepel. Legyetek, csúroljátok fel lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyerekek, hogy emberek lehessetek. Egy nap, meg egy este, minden esztendőben, szeretném, ha király lehetne belőlem. Karácsony estén, minden esztendőben, szeretném, ha király lehetne belőlem. Ha nem is olyan sokáig, karácsony estétől karácsony napjáig. Karácsony estén, hogy a csillag támad, ki nem aranyos, gyöngyös palotámad. Minden elhagyottat oda gyűjtögetnék, sápadozó árvát szárnyom alá vennék, ha koldus, ha bűnös, nagy birodalmamba, szerető szó nélkül senki sem maradna. Könnyet, ahol látnék, el azt sem kerülnék. Szép sejem kendőmmel szépen letörölnék. Karácsony estén, minden esztendőben szeretném, ha király lehetne belőlem.